Kedd fejezte be 4 hónapos budapesti turnéját az American Tolls stílus teremtő zenekar debütálása óta több tízezer esti fellépést játszotta 2019-es Fearinocolum című albumát a sorozat során megköszönve, hogy nem mindennapi programmal érkeztek Magyarországra a világ egy ponton felén fordultam 8 hónappal ezel. Majd nyerekbe száll Európába, ahol az egész sorozat végállomása lesz, legyen Budapest, évek óta szerettem volna látni ezt a stilárisan határtalan és meg egy nulla persze szabálytalan ritmusokkal felépített, de precízen megtervezett zenei epikákat, vagy nem az egyik rajongó vagyok a 2019-ben megjelent Fearinocolum albumnak köszön. 1000 napja, 1-3 éve van, hogy megértse, fejlődjön és megnyissa a világot előtte, kedden én is állandó szurkolóként érkeztem a Laszlo Papp stadionba, mire 2 izraeli fiat a 2007 óta nem járt Magyarországon, de mivel Budapest a legkeletibb város, az összes helyszín közül előre látható, hogy a hazai szurkolók met. Tozott a lejátszási lista, albumonként egy dal szerepel, de ezen túlmenően a 2019. augusztusában megjelent Fearinocolum album hivatott a turné népszerűsítését. Nem kell bemutatni senkinek, 1-3 év kihagyás után annyira felrobbant a korong, hogy majd nem levertet a Taylor Swiftet a Billboard-t érónjáról, mintha nem is létez.